Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Én Nagy Sándorné Irmuska vagyok, Hajdúszoboszlóról érkeztem, és 27 éve a PPH-nál. Tekeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tekezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója, vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 35 éve él boldog házasságban, sokat tett azért, hogy jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott életük legyen. 1995 óta ismerem őket személyesen, és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító, ebben is példát mutat számunkra. Az évek során meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós követendő példa, egy példakép a számomra. Ő az az ember, aki a pénzügyi világból átvezetett bennünket a tudás világába. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. A PPH több mint 10 éve jól működő közösség. Átlagemberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára. A 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. A Nyílt Akadémia létrehozásával nagyon sok ember fejlődésében segített már. Korábban az anyagi területen ért el sikereket. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. A vezetőnk több különleges médiumi képességekkel rendelkezik, többek között fentől kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól lát. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Most, amiben vagyunk, itt a... Ez király, ez nagyon jó. De a külső világ. De nem lenne jó, hogyha egy olyan világot hoznánk létre, ami itt most nekünk van, külön. De nem csak nekünk, hanem mindenkinek ilyen világ lenne. Az jó lenne, nem? Tehát egy milyen világról lenne szó? Egy olyan világról, hát van egy kis gondom, mert a anyagomat nem raktam föl. Ilyen nagy ünneplések voltak a szünetben, hát meg még a mosdóba is ki kellett mennem. És akkor nem maradt időm fölrakni az anyagomat. Na nem baj, majd elképzelitek, amit mondok. Szóval, hogy jutottam ide? Ja, igen. Tehát most gondoljátok végig egy olyan világban élni, ahol szeretet van, béke van, nincs elnyomás.
Nem tudom, el tudnák-e vajon, szerinted az emberek el tudnák-e ezt képzelni? Hát a jó emberek biztos, nem? Hát a rossz embereknek tök jó ez az űrzavaros valami, nem? Ez a, hát igazodjunk ki, milyen világban élünk, világ, nem? Hát az elnyomóknak biztos jó ez, nem? Ilyen nagy zűrzavar az egész. Tehát egy olyan világban élni, ahol az emberek tudatosan tudnak cselekedni. Nem csak tudatosan, hanem jó hangulatúak, jó állapotúak. Mindenki tudja tenni a dolgát, és teszi is a dolgát. Érted? Tehát egy ilyen világ, ahol nincs elnyomás. Ahol az emberek szeretik egymást. Ahol az emberek jól érzik egymással magukat. Az emberek olyanról kommunikálnak, ahol, tehát olyan témákról beszélnek, ami a javukat szolgálja, érted? Tehát ami előre viszi őket, és nem visszafogja, vagy nem, tudom én, lehúzza őket. Tehát egy olyan világ. Egy olyan világ, ami egy jó világ, de mégiscsak átmeneti világ. Tehát egy olyan világ, ami átmenet a rossz, és átmenet a közt, ami igazából a lelkünknek a feladata. Mi lenne a lelkünknek a feladata? Az emberként a lelkünknek a feladata. Egy szóban. Feladat, a fejlődés, tehát a tanulás, az nem munka, nem tevékenység. A fejlődés, a tanulás, az egy, hát csúnya szóval kifejezve, muszáj. Érted? De nem ebbe a szóban kellene megfogalmazni, mert ennek ilyen negatív fennhangja van ennek a szónak, tehát negatívan értelmezik az emberek a muszájt. Tehát a tanulás az egy küldetés. Az egy küldetés. De mi a feladat? A feladat az a tevékenység, az a munka. De megint a munka az le van értékelve a jelenleg a társadalomban. Mármint úgy érte, hogy maga a kifejezés, mint munka. Ezért inkább azt mondanám, hogy tevékenység az talán. Tehát mi a tevékenység? Teremtés. Így van. A teremtés. Tehát a teremtés. Egy szóban a lélek feladata a teremtés, a küldetése meg a folyamatos fejlődés. Tehát ami azt jelenti, hogy a léleknek nincs olyan küldetése, amit be tud teljesíteni. Egy olyan küldetése van, ami felé haladhat, de soha nem teljesül be teljes egészében. Tehát most gondold végig, itt van ez az emberiség, a jelenlegi emberiség ebben a bőrben, amiben vagyunk, ezzel a rövid élettartammal, körülbelül 4000-valahány száz éve. Előtte is volt emberiség, csak az hosszabb ideig élt jóval. Tehát ez az emberiség, ez úgy, ahogy van, ez körülbelül 4000-valahány száz éves. És itt van ez az emberiség, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Miről beszéltem az előtt? Az a baj, hogy egyszerre mondjátok, és fogalmam nincs, hogy mit mondtok. Ja, a teremtés, így van. Tehát itt van maga ez az emberiség, amely
amely olyan dolgokat élt meg itt az elmúlt 4000 év során, ami igazából nem nagyon idézett elő szellemi fejlődést, vagy lelki fejlődést. Sőt, ugye lehet mondani azt, hogy fogták, és magát a tudást, azt felgyújtották, például alexandriai könyvtár, stb. Stb. Tehát magát a tudást, hogy tudom én, Hitlerék is könyveket égettek el. Szóval magát a tudást, azt mintha az emberektől vissza akarták fogni. Nem? Tehát az emberiség ebben az időtartamban gyakorlatilag nem sokat fejlődött. És van nekünk pedig egy olyan küldetésünk a bennünk lévő léleknek, ami a folyamatos tanulást ösztönzi, vagy ösztönözni. Ami azt jelenti, hogy magát a küldetést, azt nem lehet elérni. Tehát van nekünk egy olyan képzésünk még egy hónapig, illetve 5 hétig, ahol tanuljuk azt, hogy mi egy egyénnek konkrétan a küldetése. És mindig, mikor küldetésről beszélünk, akkor van egy olyan sejtésem, hogy az emberek azt gondolják, hogy a küldetést azt be lehet teljesíteni. Tehát a küldetés az a dolog, ami felé haladni lehet, amiben ugye lehet jobbá válni, de elérni soha sem lehet. Most képzeljétek el, tehát itt van ez az emberiség, 4000 éve, vagy 4000 valahány száz éve gyűjti a tudást. Gondold végig, mennyi tudást gyűjthettek az emberek mondjuk ebben a 4000 valahány száz évben, ez mind-mind el van mentve, ez mind gyarapítja az univerzális tudásnak a mértékét. Ezelőtt még volt 6 emberiség, azok is mindegyik egy jó pár ezer évig működött, akár több tízezer évig is, hiszen 1,5 millió évvel ezelőtt indult el maga az emberiség a bolygón. Nem furcsa, hogy pont körülbelül akkor, mikor a lélekteremtés megszűnt. És azóta az emberiségek ugye milliószám vagy milliárdszám gyarapodtak, milliók, milliárd embereknek a tudását összegyűjtötték. Ez a tudás tehát gyarapodott, minden, amiben van energia, már pedig nem létezik olyan dolog, hogy nincs benne energia, az valamilyen szinten információt hordoz, valamilyen szinten tovább adódik az az információ, ami benne van, vagy ami éri azt a valamit. És gondold végig, mennyi tudás van a világegyetemben, mennyi tudás gyűlik folyamatosan. Egyetlen egy lény van, amely a világ összes tudásával rendelkezik, azt úgy hívják, hogy a Teremtő Isten, tehát a Teremtő Isten, az az egy. És gyakorlatilag az összes többi lélek, akármilyen minőségű Isten, nem rendelkezik azzal a tudással, mint az az egy Isten, amely létrehozta gyakorlatilag a lelkeket, és amiből kiindult az élet a világegyetemben. Na most gondold végig, hogyha a tudás folyamatosan gyarapodik, akkor hogy lehet beteljesíteni magát azt a küldetést, hogy egy lélek fejlődjön? Tehát úgy beteljesíteni,
hogy teljes egészében beteljesült, hogy na én már tudok mindent, és nem kell többet tanulnom. Most gondoljátok végig, ami a világegyetemben történik, az mind tudást eredményez. És az mind, mondjuk, amit ezelőtt pár perccel mondtam, ahhoz képest már több a tudás a világegyetemben, most pár perc múlva. Világos ez? Tehát hogy lehet a tudást, a tanulást azt mondani, hogy beteljesítettem? Sehogy. Érted? Tehát maga a küldetés az egy olyan dolog, ha megnézzük az egyéneknek a küldetését is, hogy nem lehet beteljesíteni teljes egészében. Egyre jobb lehetsz benne, egyre több eredményt elérhetsz benne, de sose tudod azt mondani, hogy beteljesült. És ez egy csodálatos dolog, mert gondold végig, majd a fenti létformában halhatatlan lesz a lelked, most is halhatatlan, csak ugye most nem úgy érzékeled a lelkedet, mint ahogy fogod ott érzékelni. Érted? A magasabb létformában. Tehát most a testedet érzékeled, és ha nem tudnád, hogy van lélek, akkor azt nem érzékelnéd, érted? A testedet az érzékeled. Miért van ez így? Hát mert ugye általában öt érzékszervünk működik, és ezzel az öt érzékszervvel érzékeljük a saját testünket. De a lelkünket nem ezzel az öt érzékszervvel tudjuk érzékelni, hanem további hét érzékszervünk valamelyikével. Vagy akár ugye ebből a hétből többből. Többel tudjuk érzékelni. Na most lényeg az, hogy gondold végig, de a fenti létformában megnyílnak az érzékeléseid, és 12 érzékelésed lesz. És a 12 érzékelésből ugye megnyílnak a csatornák, a lehetőségek arra, hogy a lelkünket is érzékeljük. És gondold végig, hogy egész más lesz, amikor az ember a lelkét is tudja érzékelni, nem csak a testét. Világos ez? Ezt csak azért mondom, hogy valami fogalma legyen az embernek az arról, hogy nem csak anyag szintű érzékelés létezhet, vagy létezik, hanem érzékelhetnénk egy olyan részünket is, amit mondom, ha nem tudnánk, nem tudnánk, hogy van. És itt van a lelkünk, amely gyakorlatilag korlátlan fejlődésre képes, de ugye milyen módon? Ugye olyan módon, hogy fenti létformában visszakapod a tudásodat, és tudod magad továbbfejleszteni, de nyilván olyan mértékben, amilyen mértékben igényled majd a tudást. Tehát ugye a tudás az egymásra épül. Tehát nem lehet egy lénynek tudást úgy átadni, hogy az nem olyan, mint egy lépcső, érted? Tehát lehet egy darabig kettesével vagy hármasával szaladni fölfele egy lépcsőn, csak lehet, hogy nem jutsz föl a tetejéig, mert kifulladsz. De ha szépen egyesével szeded a lépcsőket, tehát lépsz felfele, akkor nem fulladsz ki, és tudsz menni fölfele folyamatosan. És ugyanez a tudás, amit az emberek el akarnak sajátítani, hogyha van az embernek egy tudása, akkor kell egy következő lépés, amire ráépül majd a következő tudás, amire ráépül majd az utána következő tudás, és folyamatosan egymásra épülő tudásról beszélhetünk.
És az emberek, amikor eljárnak képzésekre, vajon mennyire tudják azt, nem PPH-s képzésről van szó, hanem azt mondja, hú, most megtetszik ez a téma, amit mondjuk a Gipsz Jakab tart valahol, és akkor elmegyek a Gipsz Jakabnak a képzésére. Majd utána elmegyek egy másik ember képzésére, majd egy harmadik képzésére is, és azért, mert megtetszett. Hol vannak ott egymásra épülve a képzések? Tehát úgy lehet egymásra építeni egy képzéssorozatot, hogyha ott volt egy személy, aki kialakította a tapasztalatai alapján, hogy hogy legyen felépítve az a képzéssorozat. És úgy jönnek egymás után a képzések, hogy azok ne úgy működjenek, mint mikor kettesével, hármasával akarsz fölfele menni a lépcsőkön. Tehát itt nálunk olyan képzések vannak, ami ki van alakítva arra, hogy egymásra épüljenek a képzések, még akkor is, ha közben csatlakozol. Tehát akkor is megkapd azt, ami a következő lépés. És ugye nem maradsz ki semmiből, mivel körforgásos alapon mennek a képzések. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb oda jutsz azokhoz a képzésekhez, ami elvileg az első volt. Mondom elvileg. Ezt pedig úgy hívják, hogy etika. És etika coach képzés. Na most ezt azért is mondom, mert ebben például teljesen egyediek vagyunk, vagy ebben is egyediek vagyunk, hogy egymásra épülnek a képzések. És lehet, hogy téged valamilyen téma jobban érdekelne. És már szellemileg, mentálisan föl vagy rákészülve. Érted? Mert vannak olyan emberek, akik elmennek olyan képzésekre, amit nem én tartok. Felőlem nyugodtan. De annak kell lenni vajon a következő képzésnek? Tehát ő tudja, hogy annak a képzésnek a következő lépcsőfoknak kell lennie? Tehát ugye azért mondom ezt, mert gondoljátok végig, biztos, hogy voltál te is a PPA előtt már valamilyen olyan képzésen, ami esetlegesen nem csak motivációs volt, nem csak valami anyaggal kapcsolatos technikát nyújtott, hanem esetlegesen ilyen tényleg szellemi, szó szerint szellemi dolgokkal foglalkozott. És előtte tanítottak etikát. Méghozzá nem, mit tudom én, alapszinten, hanem mondjuk 60 órában. Érted? Vagy nálunk hány hónapos az etika coach képzésünk? 4, akkor mondjuk 120 órában. Csak azért mondom, mert azt mondja, hogy nem is tudom, mikor már réges-rég, még talán nem is foglalkoztam főtevékenységben tanításokkal. Már akkor a nejemmel ki voltunk akadva azon, hogy embereknek olyan dolgokat tanítanak, ahol nincs rendben az etikájuk. Érted? És visszaélhetnek avval a tudással. Érted? És simán vissza tudnak vele élni, és nem akkor fog visszaélni, mikor jó hangulatban van, mert akkor nem fog visszaélni.
hanem akkor, mikor éppen nincs jó állapotban. És ha én most körülnézek, nem itt nálunk a PPA-ban, hanem úgy a világban. Hát ugye nagyon a világban nem nézek körül, mondjuk itt elsősorban Budapesten. Akkor azt látom, hogy az emberek alapvetően nem jó állapotúak. Érted? Tehát egy nem jó állapotú ember, az nem fog tudatos lenni, hogy mennyire etikusan használja azt a tudást, amit kapott, vagy nem. Na most ezért ugye az alapok, azok azzal indulnak, hogy az ember ugye megtanulja az etikát, és megtanulja olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy az életében boldoguljon. Miért kell ahhoz, tehát miért kell olyan tudás, hogy az életünkben boldoguljanak? Hát, hogy jó állapotban legyünk. Mert ha egy ember jó állapotban van, akkor nem fog visszaélni azzal a tudással, amivel segíthet is, de árthat is. Érted? És ha egy ember olyan tudást tanul, amivel segíthet is, megárthat is, ha rossz állapotban van, ártani fog. Érted? Úgyhogy nem is tud róla. Tehát bizonyára ti is ismertek olyan embereket, akik nem is nagyon tudnak arról, hogy milyen szellemi képességekkel rendelkeznek. Tehát átlag feletti szellemi képességekkel rendelkeznek. Honnan tudni, hogy egy ember átlag feletti szellemi képességekkel rendelkezik? Nagyon egyszerű, hogy a gondolata a sokkal teremtőbb erejű, vagy rombolóbb erejű, mint egy átlag embernek. Tehát amikor elkezd jól működni az illető, akkor elkezd minden teremtődni. Amikor elkezd rosszul működni, akkor elkezd rombolódni ott a környezetében. Bizonyára ismertek ilyen embereket. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a szellemi képességeit az ember használja jóra, vagy rosszra. De a legtöbb ember az átlagos, ilyen jellegű képességekkel rendelkezik. De ha valaki tanul, például olyan dolgokat, hogy belepiszkálhat a szellemvilágba, akkor rendelkezik már olyan tudással. Tehát én nekem volt egy olyan ismerősöm, hogy elég volt a képességei kibontakoztatására az, hogy vett egy boszorkánykönyvet, és elkezdte olvasni. És elkezdte a gyakorlatokat csinálni. Érted? Tehát nem is kellett beiratkoznia sehova. Érted? Tehát vannak olyan emberek, főleg hölgyek, akikre mondjuk a nejem vagy én ránézünk, és megmondjuk ránézésre, hogy plusz olyan képességekkel rendelkezik, érted? Ami több az átlagnál, érted? És ő nem is tud róla, fogalma sincs. És tényleg az ő életében olyan dolgok történnek, hogy lehet látni, hogyha jó állapotban van, akkor szépen alakulnak a dolgok, ha nincs jó állapotban, akkor meg minden rombolódik szanaszét. És különösebben nem csinál semmit, csak maga az állapottól függően, érted? Az ő állapotától függően. És lényeg az, hogy most gondold végig, hogy emberek ilyeneket csinálnak, és ha az ember kap valamilyen tudást,
akkor megnő a képessége. Tehát gondold végig, ki az, aki volt agykontroll tanfolyamon? Kezeket? És ki az, akinek a agykontroll tanfolyamokon mentek a gyakorlatok? Oké. Na most gondold végig, mivel mentek a gyakorlatok, hát egyszerűen olyan dolgokat tanultál, amit előtte nem tudtál. És ugye szó is volt róla, hogy ne élj vissza vele. Emlékszel rá, mikor ott tanították? Hogy ne élj vissza azzal a tudással. Na most gondold végig, ha nem felépített képzésekre, tehát nem lépcső megyünk fölfele, képzésekre épül, és mondjuk egy rossz állapotú ember kezébe kap mondjuk olyan tudást, ami hogyha éppen rossz állapotba kerül, akkorát rombol, hogy csak úgy fütyül. Most gondold végig. Vannak olyan emberek, akik arra képesek, fogalmuk nincs róla, hogy valakire megharagszik, és akkor átkot rak rá. Fogalma nincs róla, érted? Mert egyszerűen megharagudott rá. És az illető, akire átkot rakott, onnantól kezdve nem úgy működik az élete, ahogy kell, érted? Hanem megáll az élete, sőt, elkezd így lassan visszafelé haladni. Érted? És elkezd, azt veszi észre, hogy nem úgy alakul az élete, hogy neki kell. És egy olyan ember, aki nem is tudja, hogy van ilyen képessége. Érted? Vagy vannak olyan emberek, hogy egyszerűen csak megharagszik valakire, és elkezd rosszat gondolni rá. Érted? Még lehet, hogy nem is átkozódik, csak rosszat gondol. És annak az illetőnek az élete elkezd rosszabbá válni. Érted? Annak, akire így gondolt. Most gondold végig, hogyha mondjuk emberek kapnak tudást, és nem olyan tudást, hogy hogyan tegye jobba az életét, nem erről van szó, hanem olyan tudást, hogy piszkáljon bele a szellemvilágba. Mert ez ugye megnézzük, ez a szellemvilág része, mert az energiák is a szellemvilág része. És onnantól kezdve gondold végig, hogy milyen kárt okozhat egy ember rossz hangulata. Tehát ugye nem az lenne a feladat, hogy az emberek jó állapotba tegyék magukat, vagy hozzák magukat. És utána ne forduljon elő olyan, hogy a képességeiket tudtukon kívül rosszra használják. Érted? Mert én nem azt mondom, hogy szándékosan csinálják, hanem ez így működik sajnos. Érted? És akkor itt van egy teljesen egyedülálló képzési rendszer, ahol az emberek először jó állapotba hozzák magukat. És akkor van 10 életterület, és akkor azon a 10 életterületen megtanulnak bánni önmagukkal, megtanulnak bánni a párjukkal, megtanulnak bánni a szüleikkel, megtanulnak bánni más emberekkel, megtanulnak bánni a munkájukkal, megtanulnak bánni a pénzzel, megtanulnak bánni a környezetükkel, megtanulnak bánni a hatóságokkal, megtanulnak bánni a teremtőjükkel. Érted? És így sorban, szépen-szépen sorban az emberek megtanulnak bánni ezekkel a területekkel, és feljönnek a hangulatban. És ha egy ember tartósan jó hangulatúvá válik, akkor véletlenül sincsenek olyanok, hogy rossz hangulatban másoknak rosszat idéznek elő. Miért? Mert nincs rossz hangulat. Érted? Tehát ugye miért van rossz hangulat? Tehát előidézték azt az embereknél, nem a társadalom, a szülők, anno annak idején a szüleid, hogy
Hát ne jól reagálj a kívülről érkező hatásokra. Érted? Ez nem tudatosan értékel, hanem ez tudatlanul, tehát szó szerint nem voltak elég okosak ahhoz, hogy ezt jól csinálják. És ezáltal elérték azt, hogy a kívülről jövő ingerekre ne úgy reagálja, hogy kell. És ha nem úgy reagál a kívüljövő ingerekre az ember, ahogy kell, akkor rossz állapotba kerül. Mert az hat az egyénre. És ha az ember rossz állapotba kerül, akkor könnyen elérhető, hogy ne azt csinálja, ami jó neki, hanem azt csinálja, amire irányítják. Érted? Tehát amire irányítják. Mit jelent, hogy irányítják? Hát amit szeretnék, hogy csinálj, azt csinálod. És ugye a legtöbb ember ezt nem ismeri fel, mert ez csak jó állapotban lehet felismerni. A rossz állapotban ez egy csapda. Tehát az emberek azt se tudják, hogy nem a saját életüket élik. Tehát minden ember azt gondolja, hogy jó, hát én szabad ember vagyok, a saját életemet élem, közben egyáltalán nem. Tehát bárki, aki alkalmazott, az nem, vagy kényszervállalkozó, az nem a saját életét éli. Oké? És az embereknek ez halvány dunsztjuk sincs, hogy ez így van. Tehát elérték, hogy ezt ne lássák át. Ha jó állapotban lennének az emberek, akkor simán maguktól ezt átlátnák. De mivel elérték, hogy ne legyenek jó állapotban, hogy érték el, tehát a család elérte azt, hogy ne úgy reagálja a külső ingerekre, ahogy kell, és azt mivel érték el? Az oktatási rendszerrel. Az oktatási rendszerrel. Tehát már azért, mert azért, hogy a szüleid is oktatási rendszerben tanultak. Érted? Már ők is. És ezáltal ugye az oktatási rendszeren keresztül elérték, hogy te rosszul reagálj. Utána el lehetett könnyen el lehetett érni, hogy még rosszabb legyen egy ember állapota. Ugye ez már a külvilág, ugye a média szerepe megnőtt ebben a kérdésben. És eljutottunk oda, ahol most vagyunk, egy olyan társadalmi rendszerbe, ahol az emberek alapvetően nem jó állapotúak, és hol van ebből a kiút? Hát azon kell dolgozni az embernek elsősorban, hogy jó állapotban legyen. Érted? És azt a tudást kell megszerezni, ami azt idézi elő, hogy boldoguljunk a mindennapokban, érted? Tehát, hogy a mindennapok azok ne okozzanak problémát az életünkben. Érted? Tehát lehet ilyen életet élni, hogy a mindennapok azok ne okozzanak problémát. És ha az ember úgy éli az életét, hogy a mindennapok nem okoznak problémát, mert van elég tudás, hogy kezeljük a problémákat, na akkor tud az ember oda eljutni, hogy tanulhat olyan dolgokat, amivel nem fog visszaélni. Érted? Most gondold végig, az emberiség 20%-a az elnyomó. Aktív elnyomó. És gondold végig, az elnyomók, ha kapnak olyan tudást, amivel belepiszkálhatnak a szellemvilágba, szerinted pozitív értelemben fognak belepiszkálni?
És ez bebizonyított tény, hogy nem pozitív értelembe fognak belepiszkálni. És mivel minden ötödik ember elnyomó, szerinted az elnyomók nem járnak olyan iskolákba, ahol szellemi dolgokkal foglalkoznak? Hát pont azért, hogy ártsanak. Világos ez? És egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy például nem tudom, tudjátok-e, hogy ez tény, hogy a németek Hitlerik időszakában azért értek el olyan sikereket a háború elején, mert elnyomóként, tudással rendelkezve, szellemi tudással rendelkezve, belepiszkáltak a szellemvilágba. Oké? Szó szerint. Tehát ugye erre azt mondják, hogy földön túli segítséget kaptak, földön kívüliek segítségét. Ez nem kellett hozzá földön kívüli segítség, mert ez is egy földön kívüli segítség, hogy a szellemvilág segít nekik, érted? A negatív szellemvilág. És nem tudom, tudod-e, hogy hol fordult meg a háború? Ott fordult meg a háború, mikor ezt az ellenfél is felfedezte. Tehát rájött arra, hogy a németek ezért haladnak előre. És fogták, és ők is csináltak ilyet. Tehát például az angolok azt csinálták, oroszokról nem nagyon tudni ezt, de biztos, hogy ők is, mert ugye nagyon régóta foglalkoznak az oroszok szellemiséggel. Tehát az angolok például azt csinálták, hogy összehívtak egy ilyen nagy szellemiségből álló csoportot, és ők ott csináltak mindenféle akármit. Érted? És onnan egyszerűen puf, megfordult a háború eredménye. Érted? Onnantól kezdődött a megfordulás. És most gondold végig, hogyha az elnyomók is hozzájutnak ilyen, nem ilyen tudáshoz, hanem olyan tudáshoz, amivel bele lehet piszkálgatni a szellemvilágba. Márpedig ezt csinálják, méghozzá a nagy vezetők is csinálják, tehát például a 13 család is csinálja, meg a további 300 család is csinálja ezeket. Érted? És akkor itt vannak az emberek, a jó emberek, ugye az emberiség 80%-a, és akkor csodálkozunk, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. És akkor úgy megkérdezném, hogy például akkor a legtöbb ember hogy tudja magát ezek elől védeni. Nyilván most azokról van szó, akik nem itt tanulnak. Hogy? Hogy oldják meg ezt a kérdést? És akkor mit látnak a legtöbb ember? Hogy az életük nem javul, pedig hát az emberiség elvileg fejlődik, hanem az életük romlik. Hát most egy olyan világban élünk, ha megnézed, ha nyitott szemmel jársz, hogy mondjuk ebben az évben ez idáig nagyobb áremelések voltak, mint a tavalyi év egészében. Érted? És ez biztos, hogy előbb-utóbb az emberek észlelni fogják. És egy olyan világban élünk, ahol ilyen környezetben is boldogulni kell. És a boldogulás az, a boldogulásnak egy olyan útja van, aminek két feltétele van. Az egyik feltétele, hogy
amik az életben, amivel az életben találkozol, azt meg tud oldani. Ez az egyik feltétel. Tehát, hogy megold. A másik feltétel, hogy ne okozzanak gondot a szükségleteid. Ez mit értek ezen? Hogy ami a szükségleted, azt meg tud oldani. Érted? Mindenféleképpen. Tehát bármi legyen, bármi van, a szükségletek ne okozzanak gondot. Tehát ne legyen az, hogy fázol, vagy ne legyen az, hogy valamit nagyon szeretnél, akkor azt nem veheted meg. Érted? Hiszen testből vagy. Testből is vagy. És mindnyájan testből is vagyunk. Na most ahhoz viszont, hogy a szükségleteid fedezve legyenek, ahhoz ugye egy olyan világban, ahol ez egyre nehezebb, ha valamivel ezt meg kell oldani, nem? Tehát valami olyan dologgal kell megoldani, ahol növelni tudod a bevételeidet. Úgy, hogy a kiadásaid igazából nem nőnek, vagy nem nőnek számottevően. Ugye jellemzően az emberek hogy oldják meg a jövedelem növekedést? Bevállalnak plusz munkákat. Tehát eddig dolgozik 8 órát, azt mondjuk dolgozik mellette még 4-et, és akkor egy nap dolgozik 12-t. És akkor ugye mennyivel fog többet keresni, mondjuk ha ugyanolyan mértékben kap többet, akkor mondjuk másfélszer annyit fog keresni. És utána azt hogy növeli tovább? Tehát sokféle jövedelem forrást láttam már. Tehát hagyományos, nem hagyományos. Egyetlen egy forma van, ahol ha te teszed a dolgodat, és ugye hogy teheti az ember a dolgát? Hát úgy, hogy eredményesen. Tehát ha az ember eredményesen teszi a dolgát, akkor én egyféle olyan tevékenységfajtát ismertem meg életem során, tevékenység, ami folyamatos jövedelem növekedést eredményez úgy, hogy nem kell többet dolgozni. Oké? Egyféle. Tehát máshol, ha többet akarsz keresni, többet kell dolgozni. Érted? Ezt a fajta teljesítményt ott lehet elérni, ahol részesedhetsz mások teljesítményéből is. Oké? Ami azt jelenti, hogy ne legyen korlátja a növekedésnek, bárki után részesedhess. Tehát ne legyen benne korlát. És ezt pedig úgy hívják, hogy hálózatépítés. A hálózat, nem cső hálózat, például nem arra gondoltam. A hálózat építés azt jelenti, hogy igénybe veszik az emberek, például nálunk a hálózatépítés mit jelent? Igénybe veszik az emberek a szolgáltatást. Mi a szolgáltatás? A coach képzéseink. A coach azt jelenti ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Igénybe veszik a szolgáltatást, és aki akar, szervez további tanulókat. Ez nem kötelező, ez egy lehetőség. Ha ő szervez további tanulókat, akkor abból te is részesedést kapsz. És
mondjuk azok közül a tanulók közül is van, aki mondjuk szervez további tanulókat. Akkor ezáltal ő is részesedést kap, meg te is. És ez azt jelenti, hogy te nem dolgozol többet, de mégis több a pénzed. Világos ez? Ez nem pilóta játék, nem piramis játék, hanem ez, mert az a pilóta játék, az a piramis játék, ahol nincs termék vagy szolgáltatás. De nem is vevő megkárosítás, mert az a vevő megkárosítás, ahol a termék vagy a szolgáltatás nem ér annyit, mint amennyit fizetnek érte. Na most, nálunk a képzések 19.700 forinttal akciósan indulnak. És az első hónap, és 9.800 forint a második hónaptól. Akciósan, árgarancia is van akciósan, ha valaki most kezdi el. Ez azt jelenti, hogy ezért adunk havi 30 óra képzést. És olyan képzést, amivel az életedet teheted jobbá. Pont. Nyilván azért tenned kell, hogy jobbá tegyed, nem elég, ha tanulsz, mert használd is, amit tudsz. Tehát, amit tanultál. És lényeg az, hogy ebből a az összegekből magának, a szervezőknek ki van osztva 75, vagy most már több, mától több. Már fölírtam az oldalra is, mert nem mától több, hanem május 1-től. 70. Ugye miért május 1-től, mert ugye áprilisban lett elérve, illetve márciusban lett elérve, csak áprilisban lett tudomás róla, de mindegy, valami 76 vagy 77% van kifizetve. A szervezőknek, a tandíjakból. Érted? Tehát sehol nincs ekkor össze kifizetve. Ne szervezz tanulókat, akkor nem részesedsz belőle. Érted? Ha szervezel tanulókat, akkor részesedsz belőle. Ez az összeg, ez minimum 25%. Tehát minimum 25%. És mondom, 77%-ig van kifizetve. Na most, ez azt jelenti, hogy az ember szervez, jönnek az eredmények, ha jól csinál. Ha elakadsz, kéred a vezetőt segítségét, jönnek a tanulók, te abból a tandíjból részesedsz. Ha jönnek a további tanulók, akkor azoknak a tandíjából is részesedsz. Ami azt jelenti, hogy el tudod azt érni, hogy hónapról hónapra legyen egy jövedelem emelkedésed. Tehát akik már itt a PPH-nál megélték azt, hogy valamikor is megélték, hogy volt jövedelememelkedés, az álljanak már fel egy pillanatra, jó? Jó? Hát én most körülnézek, de én több olyan embert láttam, akinél volt növekedés, emelkedés, mint akik fölálltak. Így van, még álljatok. Így van. Jó, tessék még fölállni, mert még mások is voltak, akik látták, hogy volt jövedelem emelkedés. Mert honnantól nem volt jövedelem emelkedés, amikor a szervezés eredményessége leállt. Világos ez? Na most... Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg, akik fölálltak, mármint ne azok nézzék meg, a többiek, akik ülnek, hogy létezik olyan, hogy jövedelem emelkedés. Érted? Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Na most, az azt jelenti, hogy átlagosan mennyi időt töltenek el az emberek
akik eredményeket produkálnak a szervezéssel, olyan napi, hogy olyan átlagosan a másfél órát. Érted? Tehát napi. Tehát mondjuk heti, mennyit mondjuk? Az 7-szer, az 10,5 óra. Jó? Tehát heti 10,5 óra. És elérhető vele, ha az ember a módszert is használja természetesen, és nem rontja el a jelölteket, az eredményeket el lehet érni. És lehet, mi az eredmény? Egy jövedelem növekedés. Miért kell a jövedelem emelkedés? Hát mert valahogy ezt a helyzetet, ami van a világban, hogy folyamatos drágulás van, hát ezt valahogy kompenzálni kellene, nem? Vagy belemész abban, hogy a középrétegből, ha te középrétegbe tartozol, a középréteg el fog szegényedni. Érted? Tehát magyarul nem lesz középréteg. Tehát lesz egy szegény réteg, meg lesz egy jómódú réteg. És a jómódúak közé tartoznak természetesen a gazdagok is. Na most, a középréteget el fogják tüntetni. Erről már régóta van szó. Ez először erről valami 15-20 évvel ezelőtt hallottam. Hogy a középréteget el akarják tüntetni. Tehát két réteg lesz csak. Hova, melyikbe akarsz tartozni? Tehát az ember úgy működik, hogy megszokott egy életszínvonalat, baromi nehéz abból visszavenni. Érted? Tehát nagyon nehéz. Tehát ezt miért mondom? Nem magam miatt. Én ugye ezelőtt már 30 évvel azt mondtam, hogyha a Földön mindenki munkanélküli lenne, én nekem akkor is lenne munkám. És azt mondtam, hogy én a jéghátán is meg tudok élni. Érted? Már ezelőtt 30 évvel. És ami azt jelenti, hogy a fene akar gazdag lenni. De az, hogy az embernek a szükségleteit tudja fedezni, az szerintem egy alapfeltétel, nem? Tehát nem alapfeltétel lenne, hogy mindenki a szükségletét képes legyen fedezni? Hát nyilván, ha azért tesz, persze. Tehát én soha nem voltam egy lusta ember, soha nem is leszek az. Tehát nekem a munka az nem átok. Oké? Hanem áldás. Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és itt van egy lehetőség, amellett, hogy tanulunk, miért ne tehetné meg az ember azt, hogy szóljon más embereknek is, akik nyitottak a tanulásra. Ez a kulcskérdés. Olyan emberek kellenek nekünk, akik nyitottak a tanulásra. Milyen tanulásra? Az ember és az élet működésével kapcsolatos tudásra, hogy boldoguljunk az életünkben. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy én nem tudnék nektek szellemi dolgokról tanítani. Csak nem akarok. Oké? Milyen szellemi dolgokról? Hogy a szellemvilágba belepiszkálhassatok. Csak nem akarok. Oké? Szóval lényeg az, hogy egy olyan fajta lehetőséget nyújtunk az embereknek, ahol biztosíthatod ráadásul még a tudáson kívül és a boldoguláson kívül azt a fajta életminőséget, amit mondjuk megszoktál, vagy annál jobbat. Érted? Tehát, ha csak annyit biztosítasz, hogy
nem csökken le az életszínvonalad, az már egy előrelépés. Hát azt gondold végig, hogy mondom itt januártól körülbelül olyan áremelkedés volt, mint tavaly egész évben. Na most, de a jövedelmed emelkedett olyan mértékben? Nem hiszem. Vagy a nyugdíjad, az is jövedelem. Emelkedett? Biztos, hogy nem. Ami azt jelenti, hogy az élet színvonalad az lejjebb ment. És nem kellene megoldani egy olyan dologgal, ami neked is tetszik, mert nem tetszene, nem lennél itt, nem tanulnál itt. Nem lehetne egy olyan munkát felvállalni, egy olyan feladatot felvállalni, hogy olyan dolgot nyújtsunk az embereknek, ami által teljesen egyedi tudást nyújtunk az embereknek. Ami által, vagy ami nélkül nem tudja az emberiség teljesíteni az emberiség jellegű küldetését. Mert az emberiségnek mi a küldetése? Az, hogy visszajusson abba a létformába, ahonnan jött. Szellemlényként jöttünk, szellemlényként visszatérni. Oké? Visszatérni oda, ahonnan jöttünk. Tehát az isteni szférába visszatérni. Isten voltál, vagy legalábbis angyal, és visszatérni az isteni mi voltodba. De hát az angyal is hozzánk képest Isten. Jó, tehát oda visszatérni. És ez az egész emberiségnek a küldetése. Nem az embereknek, az egész emberiségnek. Az egész emberiségnek ez a küldetése, akkor az egyéneknek is. Érted? És azon belül, hogy mi a részletes küldetésed, az egy részletkérdés, mert azt a célt szolgálja. Oké? És bárkinek be tudom bizonyítani, hogy az ő küldetése azt szolgálja, hogy egy magasabb létformába kerüljön. Tehát gyakorlatilag itt vagyunk mi emberek, akik sokkal többre vagyunk hivatva, mint amit képzelünk magunkról. Sokkal, de sokkal többre. És vannak akadályok az életünkben, olyan akadályok, amit csak akkor tudunk legyőzni, hogyha tudunk gyakorolni. Hogy értve a gyakorlást? Hogy ne nekünk kelljen megélni mindent, hanem másoktól is tapasztalatot tudjunk gyűjteni. Tehát ne csak saját tapasztalatunk legyen, mert ugye tudod, hogy az okos, az más kárán is tanul. A buta meg csak a sajátján. Vagy még azon se. Inkább azt mondom, hogy azon se. Az a buta, aki még azon se. Most gondold végig, miért akarnál te megélni olyan élethelyzeteket, amivel mások már rendelkeznek? Tehát nem jobb lenne, ha lenne egy, igaz, nem jobb lenne, ha lenne egy csapatod, amit különböző emberek, különböző dolgokat éppen megélnek a csapatban, és te áldod a jó sorst, hogy neked nem kell megélned. De ugyanúgy tudsz tapasztalni, de nem közvetlen módon, hanem közvetett módon. És hogy csinálod ezt meg csapat nélkül? Hogy? Hát most gondold végig, minél nagyobb a csapatod, annál több olyan ember lesz,
aki olyan élethelyzeteket él meg, amit hála Istennek neked nem kell megélned. De közvetett módon a tapasztalatát begyűjtheted. Érted? És ha tapasztalsz egy másik embernél hasonló helyzetet majd, simán tudsz neki tanácsot adni, hogy mit tegyen. Mert már találkoztál ilyen típusú élethelyzettel. És az a baj, hogy nem tudod azt, hogy milyen jó érzés, amikor azt látod, hogy mások boldogulnak. Mert egy olyan világban élünk, ahol azt akarják elérni, hogy azzal ne foglalkozz, hogy mások boldoguljanak. Boldogulj csak te. De ezt úgy hívják, hogy önzőség. Érted? Sokkal nagyobb öröm, amikor a te hatásodra boldogulnak emberek. Érted? Sokkal nagyobb öröm, mint amit el tudsz képzelni. Érted? Mert nem nagyon élsz meg ilyen dolgokat. Pedig ugye azok, akik itt elölülnek a vezetői asztaloknál, főleg minél előbb előrébb ülnek, annál inkább van ez így, megélik azt, hogy nekik nem kell megélni már olyan dolgokat, amiket hála Istennek nem élnek meg, és segíthetnek azoknak a tapasztalatából olyanoknak, akik meg nem boldogulnak pont egy hasonló élethelyzetben. És tudhatják, ugye, akik itt az asztaloknál ülnek, hogy ez ilyen jó érzés. De ugye olyanok is vannak, akik még nem ülnek az asztaloknál, de már megtapasztalták ennek a jó érzetét. Mert lehet, hogy például a gyerekednek tudsz segíteni valami olyan dologban, egy olyan problémát, hogy meg tudjanak oldani, amit ha te nem rendelkeznél tudással, amivel nem rendelkeznél tudással, akkor nem tudnák megoldani. És nem csak a gyerekeink esetében jó érzés ez, hanem bárkivel, akivel olyan kapcsolatban vagy már, mert tudsz neki segíteni, az jó érzés. Tehát most gondold végig, mi rendszeresen találkozunk valamilyen időközönként. Van, akivel hetente kétszer, van, akivel havonta egyszer. Most képzeld el, a többi coach, aki coachingol, az csak akkor találkozik az ügyfelével, amikor coachingolta. Se előtte nem találkozott életbe vele, se utána nem találkozott életbe vele. Vajon melyik a jobb érzés, ha egy olyan embert coachingolsz, aki vadidegen, volt előtte is, meg utána is, vagy egy olyan embert, akivel valamilyen ismerettséged már van. Mert találkoztatok mondjuk rendezvényeken. Vagy utána is találkoztok a rendezvényeken. Szerinted melyik a jobb? Hát biztos, hogy az, amikor utána látod annak a fejleményét, érted? Mert a coachnak megfizetik, ugye nem rólunk van szó, a többi, megfizetik a díjat, aztán le van fütyülve az az ügyfél, érted? Nincs követve az élete, nincs meg a személyes kapcsolat. Itt megvan a személyes kapcsolat, érted? Gondold végig, például a házi asszonyunkkal 27 éve van személyes kapcsolatunk. 27 éve. Előtte nem ismertük egymást. Innen ismertük meg a PPA-ból egymást. Ő mélységben csatlakozott hozzám, még nem is közvetlenül. A hálózatépítésnek ez is az előnye, hogy mélységben is tudsz emberekkel foglalkozni.
Ami azt jelenti, hogy nem te hoztad, hanem az embered emberének az emberének az embere. Jelen esetben Irmuska illet, a házi asszonyunk. És 27 éve itt van. Érted? Tessék? Hatodik mélység voltál, így van. Tehát 5 ember volt köztünk. Így van. És az azt jelenti, hogy gondold végig, mit tudom én, mennyivel közelebbi a kapcsolat, mennyivel szívesebb a segítség, mennyivel személyesebb a segítség egy olyan emberrel, akivel előtte és utána is van kapcsolat. Vagy te nem így látod? Szóval egy olyan csodálatos dolgot csinálunk, ami világviszonylatban is teljesen egyedülálló. Tehát ilyet se előttünk, se párhuzamosan senki nem csinált, nem is csinál. Ehhez lehet csatlakozni. Vagy el lehet menni mellette, de annak van egy következménye. Még egy darabig el lehet itt cammogni mellettünk, de ha sokáig elcammogsz mellettünk, akkor nem fogsz bejutni az aranykorba. Az hold biztos. Oké? Miért? Hát nagyon egyszerű. Mert nincs az a tudásod, ami ahhoz kell, hogy bármilyen helyzetben azt reagáld, amit abban a helyzetben cselekedni kell. Érted? No, hát ennyi fért bele a mai napba. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a házi asszonyunknak. Lényeg az, hogyha szeretnél, legyél itt köztünk, várunk szeretettel, érezd meg annak az energiáját, ha köztünk vagy. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen ezt az megint ismételten tartalmas képzést. Rengeteg új információt kaptunk. Ott hátul kérlek szépen üljetek le. És köszönjük az egész napi képzést, hiszen olyan rengeteg tudással lettünk gazdagabbak, hogy ez csak köszönetet érdemel. Mindig sok tudással leszünk gazdagabbak, ugye azt már elmondtam. És aki úgy látja, hogy érdekli ez a lehetőség, az jöjjön közzénk, legyen a tanulónk, szeretettel várjuk. De aki úgy gondolja, hogy nem érdekli ez a téma, akkor annak megköszönjük a jelenlétét, és elköszönünk tőle. Nagyon köszönöm vezetőmnek ezt a lehetőséget, hogy a mai nap házigazdája lehettem. Befejezem a napot, igen. Nagyon-nagyon köszönöm, és azt, hogy rám merte bízni ezt a mai napot. Köszönöm nektek azt a rengeteg szeretetet, ami irányik felém. Libabőrös leszek tőle még most is, mert érzem azt a mérhetetlen szeretetet, hogy nagyon jó volt veletek együtt dolgozni, nagyon jó volt beszélni itt előttetek. Azt, hogy én miért kezdtem el, és miért nem akarom megismételni, hiszen az elején már elmondtam. Hát 27 év. 27 év, még remélem sokáig itt leszek. Mindenkinek sok sikert kívánok, hazafele jó, széles utat, szeretlek benneteket, sziasztok!